A magyar történelemben honfoglalásnak nevezzük azt a folyamatot, melynek során a magyarok a Kárpát-medencét a birtokukba vették. A nagy történelmi időtávlat és a viszonylag kevés írásos forrás miatt nehéz pontosan rekonstruálni a honfoglalás menetét és eseményeit. Két jelentősen eltérő elmélet létezik. A legelterjedtebb nézet szerint a magyarok egy lépcsőben szállták meg a Kárpát-medencét. A honfoglaló törzsek eszerint 895 táján telepedtek meg a Kárpát-medence alföldi területein. A másik jelentős elmélet László Gyula nevéhez fűződik. A kettős honfoglalás elmélete szerint a magyarság ősei két lépcsőben szállták meg a Kárpát-medencét. Az első szakasz 670 körül volt, ez a griffes indás kultúra, még a második szakasz a jól ismert 9. század végi bejövetel. Attila az európai hunok utolsó és leghíresebb fejedelme. Az időszámításunk szerint 406 körül született. Leginkább Nyugat-Európában a vadbarbárság szimbólum lett, míg egyes történetírók nagy és nemes uralkodóként említik. Egy Kijevben kiásott kard markolatának vésett mintáival díszített ezüstlemeze és a hozzátartozó övveretek alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy ezt a számos magyarországi tarsójelemezen is felfedezhető díszítésmódot feltehetően már a magyarság etelközi tartózkodása idején is alkalmazták. A magyarok etelközben más népekkel, a keleti szláv államban fontos szerepet játszó normannokkal is érintkeztek. Erről tanúskodik a bécsi kincstár Attila kardjának nevezett szabjája, amely valószínűleg eredetileg magyar fejedelmi jelvény volt. A temetkezések, vagyis a sírleletek alapján sajnos csak hiányos képet alkothatunk a honfoglalók művészetéről. Az ott talált tárgyaknak elsősorban tulajdonosuk megjelenésében volt fontos szerepük, például kifejezték a rangját, vagyoni helyzetét. A jellegzetesen magyar, méltóságot jelző tarsolyok díszítésmódja szépen példázza a sokféleség és az egység együttes megvalósítását. Az egész tarsolyt borító tarsolylemezeket három csoportra oszthatjuk a mintázatuk szerint. Az első csoportra az jellemző, hogy egy központi motívum van, és a köré csoportosul az összes többi elem. A díszítő motívumokat belekarcolták a lemezbe, majd az üres területeket apró pöttyszerű mélyedésekkel töltötték ki. Ezt az eljárást poncolásnak nevezzük az ötvös művészetben. A második csoportba tartozó tarsolylemezeknél megfigyelhetjük, hogy egy középső sáv osztja kétfelé a kompozíciót. Valószínű, hogy ez a sáv régen a zárószínnek a helyét mutatta meg. A harmadik típusban pedig a korra jellemző növénymotívumok, a palmetták textilmintára emlékeztető végtelen láncolatba fonódnak össze. Árpád nagyfejedelem leszármazottja Lehel, a kalandozó magyar hadak egyik vezére volt. Egy monda szerint Lehel vezér a Lechmezőn vívott csatában fogságba esett, majd miután Konrád császár színe elé vezették, kürtjével az úgy homlokon vágta, hogy meghalt a császár. Bár az eredeti hangszer valószínűleg bikaszarvból készült, erre a mondára hivatkozva Jászberényben, a Jász Múzeumban Lehel kürtje néven őriznek egy elefántcsont kürtöt. Egy középkori kódex festményén, vagyis egy miniatúrán láthatjuk ezt a jelenetet. Feltehetően bizánci eredetű, a 10-11. Századból való, 43 centi hosszú, a peremén egy darabka hiányzik belőle.
soha nem került földbe, mindig is megbecsült kegytárként őrizték valahol, ezért az is elképzelhető, hogy valóban államalapításkori emlék. A Nagy Szent Miklósi kincset 1799-ben a ma Romániához tartozó Nagy Szent Miklós határában találták. Ezen a nyáron egy szerb szőlősgazda árokásás közben különleges leletre bukkan. Ez a kincs 23 aranyedényből áll, összsúlyuk majdnem 10 kiló. Előkerülése óta eredete heves viták tárgya volt, mivel az edények többségét nem egy időben és műhelyben készíthették. Valószínűleg a 6-8. századi avar fejedelmi kincstár része lehetett, melyet a birodalom végnapjaiban rejtettek el. A megtalálás után pár hónappal később első Ferenc magyar király intézkedésének eredményeként bekerült a bécsi császári és királyi régiségtárba. Jelenleg a Bécsi Szépművészeti Múzeumban nézhetjük meg. Előkerülése óta eredete heves viták tárgya volt, mivel az edények többségét nem egy időben és műhelyben készíthették. Valószínűleg a 6-8. századi avar fejedelmi kincstár része lehetett, melyet a birodalom végnapjaiban rejtettek el. A megtalálás után pár hónappal később első Ferenc magyar király intézkedésének eredményeként bekerült a bécsi császári és királyi régiségtárba. Jelenleg a Bécsi Szépművészeti Múzeumban nézhetjük meg. Gyönyörűen és részletesen megmunkált aranytárgyak egyszerűen mutatnak keresztény, pogány és antik motívumokat is. Az egyik legdíszesebben megformált korsó hasán különböző történet látható. Ez itt egy állatküzdelmi jelenet, melyben egy griff leteper egy dám vadat. Az égi vadászat jeleneten egy emberfejes, szárnyas oroszlánon vadászó fejedelem ül. Itt egy győztes fejedelmet láthatunk lovon és páncélban. Pedig egy mitológiai lény rabolja magával ezt a mítoszétbe. Sok kutatás után kiderült, hogy a Nagy Szent Miklósi kincs két asztali készletből áll. A fejedelem asszony készletén az őskultuszra utaló állatküzdelmi ábrázolások, míg a fejedelem készletén rovásírások és keresztjelek vannak. Ma az a fölfogásunk a kincsről, hogy mindkét készletben hosszú időn keresztül gyűjtött darabok vannak, a legkésőbbiek a magyar királyok ötvös műhelyeiben készültek, a fejedelemasszony készletében a több száz évvel korábbi avar és bolgár hagyományok figyelhetőek meg. Érdekesség, hogy a kincsből ez a darab, a bika fejes ivócsanak, feltűnik a lelet megtalálása után egy közel 100 évvel később festett művön. Figyeljük meg Székely Bertalan Vérszerződés című képét. A kép közepén meg is találjuk az edénykét, a hét vezér ebbe gyűjti ki csepegő vérét. A 10. század közepén a magyarság magával hozott hagyományait, szokásait feladva beilleszkedett az ekkoriban megszilárduló nyugat-európai hűvéri államok közösségébe. Ez a mélyreható társadalmi és politikai változás hamarosan a művészeti kultúrában is korszakváltást hozott. A kereszténység felvételével együtt Vajkból István a nagyvezérből király lett. Az új államformához, a királysághoz pedig korona is kellett. A magyar koronánknak az az érdekessége, hogy két különböző koronából tették össze. Egy alsó részből, a korona grékának nevezett, keleti stílusú és régebbi koronából, illetve a korona latinából, ami nyugati stílusú, és valószínű, hogy ez készült később. A korona aranyból készült, rekesz zománc képekkel és igaz gyöngyökkel, drága kövökkel van díszítve. A korona pántján a keleti, vagyis bizánci uralkodótól kapott részen görög feliratos képecskék szerepelnek. A képeken szentek és uralkodók szerepelnek, akik védelmezik a korona viselőjét és annak országát. Ha szemből nézzük a koronát, akkor középen az uralkodó Jézus Krisztus képét látjuk. A rekeszománc technikát megfigyelhetjük itt. A vékony arany vonalak
Azok valójában kicsi lapocskák, amik elválasztják a különböző színű zománcokat.